Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok. Oroszországban éltem, tanultam, nagyon sokáig ott dolgoztam. Oroszországban lettem pszichológus, utána ott lettem a pszichológia tudományok doktora. Ott ismerkedtem meg a parapszichológiával, amely annyira magával ragadott, hogy azóta is a parapszichológiában tevékenykedem, illetve a parapszichológiát oktatom. De hát most nem is erről van szó, hanem inkább arról lenne szó, hogy skizofrén vagyok-e. Nem csak én, mondjuk ön is feltelti ezt a kérdést, skizofrén vagyok-e? Ez egy nagyon jó kérdés. Hiszen honnan tudjuk? Hát először is, aki már felteszi ezt a kérdést saját magának, az nem valószínű, hogy skizofrén. Nézzük azért részletesebben, hogy hogyan tudom megállapítani saját magamon, vagy ön hogyan tudja megállapítani saját magán, hogy skizofréne. Ez nagyon fontos. Az orvosok úgyis leterheltek, nem kell állandóan minden kis semmiséggel hozzájuk rohangászni. Az első jelenségeket saját magunkon mi magunk is meg tudjuk állapítani. Nézzük tehát. Az első fontos jelenség, hogy nem akarok a külvilággal kapcsolatot tartani. Nem érdekel a külvilág, hát meg az internet se nagyon, a tévé se nagyon, nem érdekel. Hát esetleg tévé érdekelhet, vagy a YouTube, de úgy az emberekkel a külvilágban nem akarom tartani a kapcsolatot. Második, depresszív vagyok. Depresszív vagyok ma, depresszív vagyok holnap, depresszív vagyok holnap után, stb. Harmadik jelzés, csak a belső világomban merülök el. Csak saját magamat tanulmányozom ott belül, hogy milyen csodálatos ember vagyok, nem narcisztikus, hanem csodálatos ember vagyok, ez még nem narcizmus. Milyen szép a lelkem, vagy férfiaknak, micsoda kitűnő a szellemem, kívülről vágom a matematikai egyenleteket, vagy Szokrátész mindegyik tanítását, stb. Stb. Következő, akarattalan vagyok. Jön a kis Pista, mond valamit, azt csinálom. Jön a Nagy Jóska, mond valamit, azt csinálom. Jön a párom, mond valamit, azt csinálom. Ez a harmadik a legrosszabb. Megyünk tovább. Gondolom ezért, amit most mondtam, a lányok paradicsommal már is dobálnak engem. Na de azért menjünk tovább. Következő jelzés, hogy ne nézzek semmihez motivációt. Látjuk az interneten, a Facebookon is, hogy rengeteg a motiválatlan ember, akiknek ügyes emberek, okos emberek próbálnak adni motivációkat. Sikeresen vagy nem sikeresen, ezt nem tudjuk, mert nem látjuk a visszajelzéseket. Hát néha-néha lehetek motiválatlan, de hogyha állandóan motiválatlan vagyok, ez már egy fontos jelzés. Igaz, hogy a motiválatlanság a neurotikusoknál is megvan, tehát azért a határt eléggé nehéz észrevenni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, hogy lájkoljanak és iratkozzanak fel, mert még lesznek erről a témáról is, meg más témákról is további videóim, és akkor rögtön megkapják, nem kell keresgélni. Köszönöm szépen, viszontlátásra!